Hát én ezeket a könnyebbség kedvéért mindig de előre szoktam tolni, mert meglátjátok, hogy van neki értelme abszolút. Aztán majd az egyiket majd visszafelé kell húzni, de majd erre később. Nem nehéz a végjáték egyébként, de azért lebecsülni se szabad. Az a lényeg, a kartunk mindig legyen nála. Tehát legyen nálunk a kart, csak belekavarodtam. Közben azon gondolkodtam, hogy az oszlopokat elhúztuk-e, de elhúztuk. De jó. És az a lényeg, hogy néha meg kell csapkodni lehetőleg olyan ütemben, hogy el tudjunk bújni az oszlopok mögött, vagy a kardot fel tudjuk venni. Animációkat nem lehet átugrani egyébként, és beleszámít a végigjátszás idejébe. Ezt csak tényleg azoknak mondom, akik két órára átcsingódnak. Jelentsen már mit is a szó.
már beszéljünk a speedrunról egy picit. A világrekord úgy tudom, hogy 1 óra 32 perc, nem tudom hány másodperc, nem is ez a lényeg. Higgyétek el, örültök neki, hogyha 1 óra 50, 55 körül majd sikerül abszolválni, ha esetleg az lenne a cél. Mondom, beleszámít az animáció, a végjáték, az átvezető, minden bacak, tehát ahol lehet, azt el kell ugrani. Ezt viszont nem tudjátok átugrani, és egy jó 13-14 percet rá kell számolni. Igen, ez azt jelenti, hogy az utolsó mentésnél azért, hogyha nincs egy, hát igen, ott a főkapunál, amikor elmentitek, ha nincs ott egy 40 percetek még, akkor az nem fog menni. Egyébként most így ezzel a 4 órás trófi az 100%-ogyan lokkolva van. Talán egy olyan mennyi, 2,5-3 óra között lehetünk valahol, úgyhogy... Ezt a végjátékot elég nehéz megunni, és az aláfestő zenét még sokat szóra sem unalmas, ez tény.
nincs vége a játéknak természetesen. A Watermelon Ending az a második végigjátszáskor oldható meg, megmutatom, hogy azt hol lehet megoldani. Illetve az első végigjátszásnál is van még egy kis epilógus. Tehát a második végjátszásnál, hogyha szeretnétek azt a trofit is állokolni, akkor szépen elindultok itt a homokos tengerparton. Mutatok egy vicceset azért. Igen. Aiko és a hó. És ott abban az irányban, annál a sziklánál, mindenféle kis zöld színű dolgokat fogtok majd találni, azok dinnyék, és ha egy dinnyét nagy nehezen elkezdtek cipelni majd abba az irányba, Jordához, akkor megkapjátok a Watermelon Endinget, és ezáltal azt a trofit is. Ott van egyébként Jorda, ott fekszik. Ez most a normál ending lesz. A speedrunos acsik, azok pedig ezt követően unlockolódnak itt az end felirat után, hogyha sikered van. Igen, és első végijátszásnál ugye megkérdező játék, hogy szeretnéd-e kimenteni. Ezt feltétlenül tegyétek meg, mondom, hogyha szeretnétek a Watermelon Endinget, aztán a lézerkardot megszerezni, ugyanott kell, ahol a Spike-ot Club van. Úgyhogy annyi, azt hiszem, többiről majd a speedrunba, hogyha elkészül a videó, akkor majd megbeszéljük. Menj csak akkor el. És itt meg is tudjátok nézni végül is, hogy akkor most összesen mennyi időt is töltöttetek el a játékkal, game time szempontból. Nekünk ez most 2 óra 43 lett, és biztos a kis jelet ott látjátok, az azt is jelenti egyébként, hogy a második végigjátszásnál már érteni fogjátok ezeket a fura feliratokat, amiket Jorda mond, már csak azért is megéri végigjátszani, meg ott a co-op mód, tehát mindenképpen még egy végigjátszást megér a történet. Én köszönöm szépen, hogy ha végignéztétek és velem tartottatok, legközelebb remélem egy speedrunt össze tudok hozni akkor ebből a játékból, és akkor meg tudom mutatni, hogy hogy kell 2 óra alatt végigjátszani, mert most a 4 óra az bőségesen meg lett, illetve hát a következő talán a Shadow of the Colossus lesz, majd még meglátom, még vannak tervek. Köszi még egyszer, sziasztok!